És most jön, amit mindenki régóta vár, elő a szelvényekkel, indul a lottósorsolás. Kedves nézőink, köszöntjük Önöket a mai lottósorsoláson. A házigazda Golyó Barbara és Szelvény Róbert. Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink, a lottósorsoláson. Ma is remek produkciókkal készültünk, hiszen többek között itt lesz velünk a NAV által ellenőrzött számlás bevételeimről elnevezett halott pénzzenekar. Én is köszöntöm Önöket, és ne felejtjék, hogy a lottó mai várható főnyereménye azé lesz, aki megtalálja a szép kulcsát, amit a Lidlibe felejtettem az önkiszolgálópénztárnál. Adásunk alatt a sorsolási bizottság felügyeli majd a játékunkat, akik ma már kaptak apám házi pálinkájából, úgyhogy az én szelvényem nagy eséllyel indul a mai sorsoláson. Engedjék meg, hogy bemutassam a sorsolási bizottság elnökét, Merev Tamarát, és közjegyzőnket, Kancsalné Ritka Mónikát. Meg is kérdezem közjegyzőnket, hogy mindent rendbe találtak-e? Sajnos nem, az öltözőnkben szanaszét voltak dobálva, mindenféle ingek, bugyik, pogácsa, egyszerűen az rendetlen szék van. Bocsánat, úgy értem, hogy mindent rendbe találtak a sorsolással kapcsolatban. Ja igen, mind az öt nyerőszám golyói bekerültek a sorsolási rendbe. A többit majd a sorsolás után tesszük be, mert azért nekem is kell élni valamiben. Most vettünk fel hitelt a házra, nyaralni se voltunk már, vagy két hete. Köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Most pedig mai első vendégünk következik, aki segít nekünk elindítani a Joker szám sorsolását. Egy hét múlva kezdődik az egyik legrangosabb hazai színházi fesztivál. Köszöntöm az esemény főszervezőjét, Pillár Zoltán, színművész. Szervusz Zoli, üdvözlünk itt a stúdióban. Milyen színdarabokat láthatunk az idei fesztiválon? Sziasztok, hát kiváló színházi élményekkel várjuk a közönséget. Először is nagy öröm számomra, hogy elfogadta a meghívásunkat az alafoszfáti Kur Karkula Imre színházi társulata. Melyik? Bocsáss meg! Karkula. Fel vagy véve. Akik egy ilyen egyfelvonásos darabbal érkeznek, a mű egyébként három felvonásos, de az első után még nem volt néző, aki maradt volna. Így most már csak az elsőt játsszák el így mindenhol. Hát nagy öröm számomra, hogy erre az előadásra már az összes jegy elfogyott. Valószínűleg egér van a pénztárban. Ez egy kortárs darab egyébként? Igen, ez egy kortárs író, egy litván író, Bruce Willis Fiola Viscas leghíresebb drámája, a lány, aki megette a máját címmel. Na, és miről szól a darab? Hát kérdeztük az írót, de ő se tudja, mert hát Litvániában sok gondot okoz a kábítószer. Ugye például nemrégiben megjelent ott egy lemez, de még egy zenekar sem jelentkezett, akik emlékeznének rá, hogy ők adták volna ki. Milyen előadások lesznek még a fesztiválon? A könnyebb műfaj kedvelői is jól járnak majd, ha eljönnek, hiszen egy fergeteges vígjátékkal érkezik hozzánk a Móka Színpad társulata. Ők Peter Franchise komédiáját a három férfi hadszekrényben mutatják be. Hát igazi sztárparádé lesz, mert a szereposztásban olyan nevek is találhatók, mint Kocona István, ugye vár, vagy Térd Laura, Viszket Tamás, vagy éppen Felni Krisztián. Roppant érdekes, de én egyiküket sem ismerem. Igen, ezért mondtam sztárt és nem színészt. Hát Zoli, akkor kérlek indítsd el a Joker sorsolást, nyomd meg a gombot. Hát azt most nagyon meg. Igen, az a mellem. Jó, akkor hát a másik akkor még egyszer. Ja, bocsánat, az meg a másik. Hát igen, úgy tűnik, ha kutya lennék és vemmes, akkor sosem kezdődne el a műsor. Szóval, Zoli. Meg az asztal felé orientálódni, mert ott van a gomb. Nem tudom, mire ez a nyavalygás a társulatomban, a színésztők nem szoktak ezzel problémázni, de... Igen, tudjuk, ezért menj nálatok 20 szereposztással a csodálatos Júlia. Mert 19 már gyesen van. Na, tudod mit, inkább a kezedbe adom, hát ha úgy menni fog. Na, ezek a nők most meg magától fölajánlja. Hát, a gombra gondoltam. Na. Akkor rajta! Nyom. Végre sikerült! Tehát elindult a sorsolás. Nézzük a Joker nyerőszámait. A Joker nyerőszámai 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Ejha, milyen érdekesen alakultak a mai nyerőszámok. Ezek még nem azok, csak másodállásban a Honvédség rakétakilövő állomásának is dolgozom. A gömbben már ott van a 90 szám és a sorsolási bizottság elnöke Tamara, aki a golyók ellenőrzése közben szorult bele. Kérlek, forgasd meg a gömböt erősen! Közben kérdezem a sorsolási bizottság elnökét, hogy érzi magát? Pont mindegy, űrhajós kiképzésen. Alexa, kérlek, húzd ki az első nyerőszámot. Igen, az első nyerőszám a 11-es. De az még nem biztos. Hogy? Előbb megnézi a VAR, hogy tényleg 11-es volt-e. Nem, sajnos nem volt 11-es, mert a 16-oson kívül volt a szabálytalan. Elnézést, a 16-ost én már lenyeltem. Akkor nézzük a következő számot. Jó, a második nyerőszám 26-os. Nem a 62-es? Ez most lottósorsolás vagy tóra felolvasás? Na mindegy, nézzük, harmadik nyerőszám, 37-es. Az a cipőm adja vissza. Ja, bocsánat. És akkor a negyedik nyerőszám a C. Igen, ez egy apró újítás a valóság sókon nevelkedő néző kedvéért, akik a szelvény hátoldalán lévő szöveget szokták beixelni. És akkor az ötödik nyerőszám pedig a 246.897. Az meg a személyi, most már húzzon ki innen valaki ebből a hülye gömbből. Mi maga nyerőszám? Az ötös lottó mai nyerőszámai tehát emelkedő számsorrendben a következők. 11-es vagy nem? 11-es? 26-os vagy 62-es, cipő és végül személy. Nézzük, volt-e a héten teli találatos szelvény? Igen, volt! A jövő héten ismét jelentkezem, de én már Baliról a viszontlátásra.